A tető nyugalmat ad, békességet. Alatta szövöd gondolatodat, ott mondod el dicső imádságodat, ott fohászkodsz Istenhez, ott teremtesz kapcsolatot, ott gyarapszik a család. Az ács az egyik legrégebbi építőipari mesterség. Hajdanában az ácsok bútorok, nyílászárók és más fából készült berendezések készítésével is foglalkoztak. Az idők folyamán azonban a tevékenység letisztult. Így napjaink ácsmesterei építőipari faszerkezetek és gerendaszerkezetek készítésével foglalkoznak. A szakma a 14. században céhesedett Magyarországon. A 19. század második felétől pedig szigorúan képesítéshez kötött iparággá vált. Az ácsmesterséghez rengeteg szokás, hagyomány, ősi technológia kötődik. Ezek egy része az idők folyamán feledésbe merült, más részét azonban ma is alkalmazzák a szakma képviselői. A változás okairól megoszlanak a vélemények. Egyesek a technológia fejlődésében, mások az egyre nagyobb idő és szakember hiányban látják az okokat. Ilyin Petár, a Pécsváradon élő ácsmester véleménye szerint fontos a technológiai fejlődés. Azonban a hagyományokhoz és a szakmához kötődő ünnepekhez szerinte akkor is ragaszkodni kellene. Ha valahol megjelent az ács, az már eleve ünnep volt. Ott kérem szépen, ott zsongott az egész család az ember körül, ugye mindenki kíváncsian nézte, hogy hogy faragunk, hogy vésünk, mert hát ugye miszerszám volt. Keretes fűrész, keresztvágó nagy fűrész, véső, bunkó, derékszög. Amikor fölraktuk a sárgerendát, erre rákerült az első kötőgerenda, akkor rögtön fogtuk a májusfát, ugye mi ezt így neveztük, májusfát, amelynek ugye egy koszorúja van, körbe lógnak a szalagok, és ráaggatva a különböző italos üvegek. Na, ez ekkor fölkerül szépen a tetőre, ami hát még akkor sehol sincs, de akkor az építés folyamán folyamatosan ott van. Ugye az italhoz senkinek hozzányúlni nem szabad, mert az ott szent, és őrizve nincs, de hát voltaképpen becsbe van tartva az, hogy hát az ott van. Az, hogy annó lényegesen több idő volt mindenre, mint napjainkban, nem kérdés. A legtöbb építkezés kalákában történt, rohanás és kapkodás nélkül. A tulajdonos és rokonsága besegített a munkálatokba, a szakemberek pedig, köztük az ácsok is, végezték a szakmai munkát és felügyelték a segítőket. Az épületek persze így is elkészültek. Ilyin Petár szerint ráadásul nem is hosszabb idő alatt, mint manapság. Nem azt mondtuk, hogy kész, hanem körbesétáltuk kétszer, háromszor, minden egyes pontját alaposan megnéztük. Hogy ne érje szó a ház elejét, mondta a mesterem. Mert ugye, ha valahol valami hiba van, azt azonnal rendbe kell tenni. És csak utána lehetett végül is azt mondani, hogy no, most kész, és amikor ugye ezt kijelentettük, hogy készen van, akkor történt meg az esemény, ugye, hogy leszedtük a üveget, ebből egyet a mesterem fogta, ugye, és hát ugye így mondta el a köszöntőt, amikor hát különböző féleképp lett ez elmondva. Vége lett a köszöntőnek, akkor összetörte ezt az üveget, és így akkor kezdődött a mulatság, ugye, ami szinte mint egy bál, így fejeződött be. A májusfa állítás, vagy más néven bokréta ünnep régre visszanyúló hagyomány Magyarországon, melyet valószínűleg a vándorló és itt letelepülő német és ritkábban francia mesterek hoztak magukkal. A szokás már a szinte teljesen feledésbe merült. Emiatt döntött úgy a Tetőépítők Egyesülete, hogy feleleveníti és újjáéleszti ezt a régi magyar hagyományt. A szakmai szervezet ennek érdekében komoly kutatómunkát folytatott. Felvették a kapcsolatot a témába jártas múzeológusokkal és néprajzos szakemberekkel. A bokréta ünnepség eredete egészen a 14. századig nyúlik vissza,
Ez volt mindenkor az építők és építtetők közös ünnepe. Kutató munkájuk eredményeként idén ősszel felkerülhetett a bokréta az első épületre, a várpalotai Nagyboldogasszony templom megújuló tetőszerkezetének legmagasabb pontjára. A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt barokk stílusú várpalotai római katolikus templomot Verschafter János székesfehérvári építőmester építette 1774 és 1776 között. A műemlék épület, amelynek falában római és középkori faragványok találhatók, a II. Világháborúban jelentős mértékben károsodott. Idővel a tetőszerkezet faanyagának minősége is nagyon leromlott, így annak cseréje már nem várhatott tovább. Eredeti szerkezete, tetőszerkezete a templomnak egy takarékosan megépített barokk fedélszék volt, ez 250-55 évig szolgált, és hát most egy korszerűbb mérnöki jellegű szerkezet kerül az épületre. Az új tetőszerkezet kivitelezési munkálatai még májusban kezdődtek, ősz elején pedig megtartották a bokréta ünnepet a kivitelező Nagyvázsonyi telephelyén. Azért ott, mert a templom várpalotai építési helyszínén a nagy magasság miatt nem lett volna megoldható a vendégek megjelenése. Elérte a szerkezete legmagasabb pontját, ezért tartanak egy ünnepséget, ahol alkalom nyílott arra is, hogy egy családi háznál a rokonoknak bemutassák az épület készültségi fokát, vendégül látták az építőket, a mérnököt, és ehhez pár vicces szokás is fönnmaradt. Mivel nincsen hagyományunk, tehát nem volt fellelhető irat vagy dokumentációja ennek a szokásnak, ezért néprajzkutatóval levéltárba próbáltunk utána kutatni, kisebb-nagyobb sikerrel, mivel a török és a tatárvész után nagyon kicserélődött az ország, ezért egyértelműen német ajkú szakemberek jöttek be az országba, és az ő szokásukból tevődött, vagy őrződött át a mostani szintre. Ez tőlünk nyugatra most is minden egyes építkezéskor egy élő szokás, hogy a kivitelezők vagy az építők megünneplik ezt a fázist. A békesség fia lakikot rászáll békességetek, ha nem visszaszáll rátok. A templom tetőszerkezetének cseréjére a helyi plébánia jelentős összegű támogatást nyert el az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A beruházás mintegy 90 millió forintból valósul meg. Miután az Úr Jézus is Ács volt földi élete folyamán, úgyhogy az Ácsoknak ilyen értelemben talán még megszenteltebb a munkájuk, hogy mi megváltó úrunk is életének anyagi feltételeit is ebből a munkából biztosította. Úgyhogy erre csak azt tudom mondani, hogy hajrá, és csinálják, és hozzanak ki belőle mint több értéket. Az új tetőszerkezet legmagasabb pontjára bokréta csokor került, majd szintén a több száz éves hagyományoknak megfelelően az építtető beverte az utolsó szöget a szerkezetbe. Szintén a bokréta ünnep része, hogy az építők az építtető egészségére ürítik poharukat, melyet a tetőről le is hajítanak. A szokás úgy tartja, ha a pohár összetörik, minden jól fog alakulni. De ha éppen marad, az rossz előjelnek számít, és természetesen a ledobója számára is nagy szégyent jelent. Ugorjunk most vissza várpalotára, hiszen ha szűkebb körben is, de a Tető Építők Egyesülete itt is megünnepelte a szerkezet felállítását az eredeti helyén. Piltman Miklós ácsmester itt is elhelyezte a nemzeti színű zászlót és a bokrétát, ezzel hirdetve a várpalotaiak és minden arra járónak, hogy a tető elérte legmagasabb pontját. A bokréta ünnepet Csizmadia Máté Noel verse tette még színesebbé. Szilárd alapokra épült ez a ház, jöhet záporeső vagy zivatar is már. Ezek a falak olyan erősek, mint a vár, lőheti azt a török vagy a tatár. Isten, áld meg ezt a házat, s benne minden népet. Adj meg nekik minden szépet, boldogságot, szeretetet és jó egészséget.
A várpalotai templom tetőépítésénél segítői is akadtak a magyar mesterembereknek. Franciaországból, Párizsból érkezett az a fiatalokból álló csapat, mely az ottani Compagnon szakképző iskola Ács tanulóiból tevődött össze. Compagnonnak hívják azokat a képző intézményeket, melyek a különféle szakmák képzését oktatják. Itt magas színvonalon gyakorló szakemberek felügyelete mellett tanulhatják mesterségüket a fiatalok. Az Ács csapat vezetőjét arról faggattuk, Franciaországban kötődnek-e hagyományok az Ács szakmához, és hogy viszonyulnak a fiatalok ezekhez a szokásokhoz. En France il existe une coutume à chaque fin de chantier en fait. Amikor elkészül nálunk egy épület tetőszerkezete, akkor a környéken található virágokból készítünk egy csokrot. Ezt a legfiatalabb ács tűzi fel az épület legmagasabb pontjára. Este pedig egy kis ünnepséget tartunk, ahol a tulajdonossal és az építésszel együtt megünnepeljük, hogy elkészült az adott munka. Számunkra rendkívül fontos, hogy megtartsuk ezeket a hagyományokat, hiszen a szakmánk több, mint 1000 éves múltra tekint vissza Franciaországban. Ezeket a hagyományokat mi, és személy szerint én adjuk át a fiataloknak, tanulóinknak, ők pedig ugyanúgy őrzik majd őket, mint ahogy mi, apáink és dédapáink tették. A mi iskolánk a katedrálisok építésének idején alakult, vagyis már több mint 1000 éve. Azonban a módszer mit sem változott. A tanulók a képzett mesterek mellett dolgoznak, így nem csak a technikákat, szerszámokat, fogásokat ismerhették meg, hanem a szakmához kötődő összes hagyományt és szokást. Ez pedig fontos dolog egy nemzet életében. Merci. Természetesen egy szakmában a hagyomány nem csak egy szokás, egy ünnep lehet. Hagyomány az is, ahogy a mester megfogja a szerszámot, alakítja a fát, elkészíti a különféle kötéseket. Így gondolja ezt Ilyin Petar is. A mester saját házában komoly gyűjteményt hozott létre az ács szakmához kötődő szerszámokból, a pécsváradi várban pedig kiállítása van a különféle fakötésekből. Ő így őrzi a hagyományt, így adja át tudását az utókornak, és így vigyáz magyarságára is. Mert másképp csinálom én, és másképp csinálja a tót, vagy a lengyel, vagy mit tudom én, tehát másképp fog hozzá egyes munkához. Tehát attól a kultúrától, amiben élek, hogy hogyan fogok táncolni, hogy milyen zenét fogok hallgatni. Tehát attól vagyok én magyar, nem pedig, vagy hogy hímzem a tojásokat. Tehát igazán azt tesz engem magyarra, hogy ünnepelek. És ez nagyon fontos lenne, hogy ne majmoljunk különböző dolgokat. Hogy hát ha már olyan szép székelykaput tudunk faragni, akkor ne hagyjuk elveszni, mi maradjunk meg magyarok. Próbáljuk úgy viselkedni, ahogy egy magyar szokott. Maradjunk azok. E fedél alatt történelem íródik. A te történelmed, a sorsod, az örömöd, a bánatod. Itt mondasz búcsút a világtól, és ezért e szent hely legyen örökké áldott.